Szia, Emma! Szia, Alex! Emma, mit csinálsz itt? Hova mész? Jogázni megyek. Jogázni? Jó, rendben. Azt nem tudod esetleg, hogy mikor érsz haza? Alex, az attól függ, hogy mikor érek oda. Nem tudom, mikor fogok odaérni. Szerinted mikor indulunk? Indulunk? Tehát én nem megyek sehova. Én itt maradok, csak kihoztam a szemetet. Akkor mit csinálsz itt a buszmegállóban? Buszmegálló? Ez nem egy buszmegálló. Ez egy autó. Ez a Dóri autója. Autó? Emma, tudsz vezetni? Nem. És te, Alex, te tudsz vezetni? Mert akkor elvihetnél. Nem tudok vezetni. Igazán, na jó, egyáltalán nem tudok vezetni. Akkor talán az lenne a legjobb, hogyha gyalog mennék jogázni. Biztos így is időben odaérek. Gyere, menjünk. A joga matracom! Sietek, sietnem kell. Ez a jó irány? Jó irányba megyek vajon? Mi van odaírva? Bár csak tudnék olvasni. Mindegy, jó lesz, ez megyek. Várjatok meg, ne kezdjétek el a jóga órát nélkülem. Várjatok! Jó fele megyek vajon? Követem a folyót. A folyó mindig megmutatja a jó irányt. Magadba a folyóparton. Dori, Dori, már napok óta folyongok itt a fermőben és a folyó mellett és a jóga órára jutok. Emma, először is nyugodjál meg, jó? Gyere, üljél ide hozzám és lélegezzünk nagyokat. Sokkal jobban érzem magam, Dori, köszönöm szépen. A jóga órádra indultam, csak ezen a nagy-nagy folyón nem tudtam átjutni. Segítesz nekem? Persze, hogy segítek, Emma, gyere, üljél le, és megmutatom neked, hogy hogyan tudunk átjutni egy ilyen hatalmas, nagy sodrású folyó mindig. Sziasztok, gyerekek! Dori vagyok, és ez a Hopi Kerek Jóga csatorna. Ha van kedvetek, jogázzatok nap, mint nap, és kövessük együtt Emma, Hopi és Alex kalandjait. Na most, hogyha egy ilyen nagyon erős, sodrású, széles folyón szeretnétek átjutni, mert ugye a jóga órára siettek, akkor háromféleképpen tudtok nagyon egyszerűen az egyik partra a másik partra jutni. Én már nagyon szeretném megtudni, nagyon szeretném, mert már attól félek, hogy lekésem a jóga órámat. Nem fogod lekésni, Emma, ne aggódjál, időben oda fogunk érni a jóga órára. Na most, gyerekek, először is, hogyha kényelmesen elhelyezkedtetek ülő pozícióba, akkor már szerintem tudjátok is, hogy át fogunk repülni a tó egyik oldaláról a másikra, mint gyönyörű, szép, színes pillangó. Üljetek a popótokra, a talpaitokat támaszhatok egymásnak, húzzátok fel a talpatokat, egészen közel magatokhoz, kapaszkodjatok a lábujjaitokba, és már készen is vannak a pillangó szárnyak, egy kicsit gyakoroljatok, mert hosszú az út a túlpartra. Így, mi csapkodjatok a combjaitokkal fel, le, és Emma, indulhatunk! Gyerekek, indulhatunk! Gyönyörű, szép, színes szárnyainkkal csapkodunk, és a szél hátán átrepedünk a folyó túlpartjára. Így csapkodjatok, repedjetek a túloldalra,
kicsit húzzátok közelebb a tarkaitokat magatokhoz, és figyeljetek arra, hogy eközben a hátatok mindig egyenes legyen. Jó? A vállaitokat próbáljátok a föld felé húzni egyenes háttal, és csapkodjatok. Még egy mély levegőt vegyetek, szép egyenes háttal üljetek. És pillangóképpen át is értünk a túloldalra. Na most, hogyha éppen nincsen kedvetek pillangóként repülni, akkor bizony folyami delfinként is átjuthatunk a túloldalra. Delfin, delfin! Valóban vannak delfinek itt ebben a folyóban? Hát ebben a folyóban, mivel ez egy hegyi folyó, Emma, nincsenek delfinek, a folyami delfinek az Amazonasban élnek, Dél-Amerikában. Oda nagyon sokáig kell utazni a repülőn, legalább 12-szer meg tudjátok nézni ez alatt a jégvarást, a repülőt, és akkor már ott is vagytok. De nézzük csak, hogy a delfinek hogyan mozognak a vízben. Gyertek, négy kézláb gyerekek, figyeljetek arra, hogy a kezeitek mindig a vállaitok alatt legyenek, így mi, csípő szélesen a térdek, és toljátok föl a popótokat a magasba a vég felé. Figyeljetek arra oda, hogy a hátatok mindig egyenes legyen, és a könyököket most tegyétek le a földre, a matracotokra. Már meg is van a delfinünk, és egy delfin nagyon szeret előre megyek, hátra, előre, hátra. Most, hogy már gyakoroltunk, indulhatunk is a túlpartra. Egy, kettő, három. Úszunk! Hogyha nem megy, hogy teljesen egyenes legyen a lábatok, nyugodtan hajlítsátok be, egy kicsit így, és előre tolod magad, és hátra, előre, és hátra, már majdnem a túlparton vagyunk, előre, és hátra, utoljára, előre, és hátra. Gyertek vissza, egyenes a karotok, és gyereskedjetek vissza, négy kézláb, így, négy. Hát, ezek nagyon jó ötletek, Dóri, hogy hogy tudunk átjutni a túloldalra, de nézd, láttam, hogy ott van egy híd. Mehetünk esetleg a hídon is? Hát, igazad van, Emma, át tudunk menni a hídon is. Gyerekek, át tudtok jutni mindig a folyó egyik oldaláról a másikra, pillangóként, vagy folyami delfinként, de hogyha közelben akad egy híd is, akkor használjátok inkább azt, a hidakon át tudtok jutni gyalog, kocsival, rollerrel, görkorcsolyával, vagy biciklivel is akár. Mehetünk? Nem késünk le a jóga órát? Nem fogjuk lekésni a jóga órát, nem ma? Ne aggódjál! Jó, akkor induljunk! Gyerekek, nagyon örülünk, hogy velünk voltatok ma. Mi most indulunk a hídon átkelni, és találkozunk veletek holnap. Sziasztok! Gyere, menjünk a hídra, a hídra! Ezt pakoljuk össze a szó.